mai vendégem Papp Gábor Zsigmond, nem először ül a Dobszerdában a velem szemben lévő széken. Ennek nagyon örülök, és oka van, méghozzá sok. Dokumentumfilmesről van szó elsősorban, és rádiójáték készítőről. Ez utóbbit azért is hangsúlyozom, mert a Klubrádió hallgatói mind ilyet is megismerhették. Nem is egy rádiójátékát hallhattuk itt a Klubrádióban nagy örömmel, és hát folyamatosan készítesz is ilyeneket. De hát azért a dokumentumfilmjeidről vagy igazán híres, és ha szabad ezt mondanom, akkor amióta ismerlek, hálás vagyok azért, hogy mindig olyan témákra figyelsz, amelyek meghatározzák, lehet, hogy csak az én életemet, de azt gondolom, hogy mindannyiunkét, amik nagyon fontosak, hogy rögzüljenek, hogy később vissza tudjuk keresni, hogy milyen is volt Budapest, a Balaton, Magyarország, hogyan képezték a katonákat, kik voltak a besugók, az ügynökök, a kémek, mi volt annak a háttere, hogy üldöztek el innen iskolákat, milyenek voltak azok a rendszerek, amelyekben felnőttünk, többféle is tulajdonképpen. És hát mindig találsz egy olyan új dolgot, amiről azt hinnénk, hogy mindent tudunk róla, de kiderül, hogy tulajdonképpen sokkal kevesebbet, mint amennyi benne van.